16 millió 700 ezerre csökken Románia lakossága 2031-ig. Noha a magyarság is fogy, megőrzi a körülbelül 6,5%-os arányát. Ez derül ki az Erdélystat a népesedési perspektíváról készült elemzéséből. A portál népesség előrejelzésének részleteit Vasgál Lórend kollégám ismerteti. A legutóbbi 2011-es évi népszámlálás szerint Románia népessége 20 millió 100 ezer volt. Az Erdélystat előrejelzése szerint 2031-ig az ország lakossága 16 millió 700 ezerre csökken. Ez egy drámai, azaz 17%-os csökkenést jelent. Visszatérve a 2011-es népszámlálásra, a magyar anyanyelvűek száma akkor 1 millió 308 ezer volt, ami várhatóan 2031-ig 1 millió 74 ezerre csökken. Mindent összevetve a következtetés egyértelmű, a magyarság fogyása arányaiban összemérhető a többségi lakosságéval, hiszen a statisztika szerint az elkövetkező évtizedben a magyarok országos aránya továbbra is 6,5% körül marad. Mutatjuk azt is, hogy várhatóan miként alakul a születések száma, a beiskolázás, valamint a különböző régiók szintjén a magyarság számaránya. Az Erdélystat elemzése szerint a korszerkezet kedvezőtlenül fog alakulni. Az elkövetkező évtizedben a 65 év felettiek száma növekszik, a 19 év alattiaké, de még a 20-64 év közöttieké is jelentős. Csökken. Ennek hátterében az áll, hogy a születések száma csökkenő tendenciát mutat, emiatt a különböző iskolai szintekre belépő magyar anyanyelvű népesség számának az alakulásában is csökkenéssel lehet számolni, főként az alapoktatást kezdő generációk esetében. Az előrejelzések szerint ez számokban azt jelenti, hogy míg a 6 évesek száma 2019-ben 11.551-re tehető, addig 2031-re 9.000 alá csökken. A regionális különbségeket vizsgálva a partiumi és a székelyföldi tömbök magyar anyanyelvű népessége az országos trendhez viszonyítva csak mérsékelten csökken, sőt, mindkettő esetében a magyar anyanyelvűek arányának a növekedése a valószínű forgatókönyv. Kolozsvár és Marosvásárhelyi vonzás körzetében a demográfiai kilátások magyar szempontból kevésbé kedvezőek, de a magyar népesség csökkenése itt is az országos átlag alatt marad. A székelyföldi és partiumi megyék közül Hargita, Kovászna, Szatmár és Szilágy esetében várható a magyarok arányának a növekedése, míg Bihar és Maros megye esetében enyhe csökkenés valószínűsíthető. Erdély egyéb területein, a Szórványban viszont a romániai átlagot meghaladó mértékben fogy majd a magyar anyanyelvűek száma és arányuk is csökken. Az Erdélystat elemzésében hozzák azonban azt is, hogy a demográfiai forgatókönyvet számos, jelenleg beláthatatlan tényező befolyásolhatja. A jövőbeni migrációs mozgásokat nem lehet ugyanis nemzetiségi bontásban elemezni. Továbbá az is fontos, hogy az előrejelzés nem etnikai, hanem anyanyelvi kritérium szerint vizsgálta a magyarság jövőbeni népesség perspektíváit, és a magyar anyanyelvű rómákkal is számolt az elemzésben.